Tehát a német protestáns bevándorlók egy olyan közegbe jönnek, ahol az ő hitüknek a szabályozása abszolút nincs megoldva. Na most ez 1722-ben eljutott a főrendi házhoz is, és az úgynevezett pesti leíratban a következőképpen szabályozzák a protestáns lakosság vallásgyakorlását, a törökök által visszafoglalt, láthatjuk, hogy igen jelentős területeken. Azt mondják, hogy ahol 1722-ben már volt épített templom és lelkész, ott lehet vallást gyakorolni, egyébként meg sehol. Na most ez Tolnában konkrétan azt jelentette, ilyen település volt Gyönk, Györköny, Mikács az ugye később, az csak a 30-as években települ be, Varsád és Lélen kismányok, Baranyában semmi, Somogyban semmi, hát ugye a somogyi németség ez kicsit később települ be, ott is másodlagos településről van szó, tehát másodlagosról. A meghívott vendég Müller György, pécsi statikus mérnök, akinek hobbija lett a családfakutatás. Saját felmenői révén eljutott egy körülbelül 8000 sváb család túlnyomóan evangélikus családfájához. Azt is kiderítette, Németország mely területéről, mikor és miért érkeztek Magyarországra a családok. Megtudhattuk azt is, hogy voltak olyan sváb családok, akik már a honfoglalás előtt, a 6. században a mai Magyarország területén éltek germán és gót törzsekből. Könyvelé alapján feltárult mindenkinek a családfakutatás lehetősége. Kapuszeg Csökőség Német Nemzetiségi Önkormányzata szervezte ezt az előadást, miután megjelent Kapuszeg Cső könyve, és megjelent az, hogy az anyakönyvbe a német családok honnan, melyik városból jöttek, akkor támadt az az ötlet, hogy meghívjuk, aki ezzel hobbiként már idestova 40 éve foglalkozik, Geold Müller, 16 éves korában kezdte ezt a hobbiát, egyébként a foglalkozása statikus mérnök, de a hobbiának élve kiderítette, hogy melyik család Németország mely területéről hol telepedett le, azon a bizonyos Ulmer-Schachtellal jöttek a Dunán, és Magyarországon hol szálltak partra, melyik vidéken telepedtek le, melyik faluba, és onnan viszont hova kerültek. Müller György, ugye ő összefoglalta ezeket a kis falvakat egy három kötetes lexikonba, ugye, mert az elnéptelenedett területekre jöttek, és a török által szétszó területeket újra virágzó gazdaságát tették ezek a földművesek. És amit még az elején mondott, nagyon érdekes, de ez nálunk is így volt, hogy ugye az első szülött gyerek volt az örökös, ő kapta a gazdaságot, a lányokat férhez kellett adni, a testvéreket, és a második fiúnak már nem jutott a gazdaságból, mert ha szétosztották volna, senkinek sem maradt volna. És így a kisebbi, vagy a kisebbik fiútestvérek, azok kaptak egy bizonyos összeget, amivel saját lábukra állhattak, és van, aki ezt a lehetőséget használta ki, hogy Magyarországra hajózott, és itt telepedett meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek az összejövetelek, mert az ember egy kicsit visszatekint a múltjára.